És Bebe a vendégünk, szia! Szerusztok. Aki igen. Majd még a végén énekel aki is eddig egyet csak nekünk. Énekelt nekünk, de nem táncolt. Viszont nem, igen, nem látod, hogy táncolok? Ez miért olyan fontos, mert annyira jó lenne őt kizökkenteni egyébként. Hogy elrontsa, hogy belezavarodja, vagy miért? Hát itt táncikáltam, csak a szexuált Európát, úgy elvoltatok itt, nem vetted észre. Az nem ér, mert azt mi nem láttuk. Jó, értem. Mesélj nekünk. Mi van most veled? Minusz 20 kiló, az első. Igen, az látszik. Az iszonyan szembetűnő. Nincs olyan ismerősöd, aki jön veled szembe, hogy mi van veled, rosszul vagy, beteg vagy? Nem, újságot már többször megírták, hogy halálos beteg vagyok és minden másért, mert pedig nekem glutén, tök jól nézel, glutén és laktózérzékeny vagyok egyébként, csak nem nagyon foglalkozom vele. Tehát olyan fokú az egész történet, hogy még nem kell gyógyszerezni, nem kell semmi. Azért kérdeztem, mert azért az nagyon durva tud lenni. Nekünk van a rokonságban olyan, és igen, nagyon komolyan oda kell figyelni. Súlyos fokú is van, de hál' Istennek nekem nem olyan vészes. Tehát megírtak az újságok, hogy latolgatták, hogy akkor most milyen betegség, ugye mindig ezt szokott ilyenkor. Még mennyi van hátra? És igaz, betegséggel indult ez a fogyás, de aztán már egy fogadásra fajult át. Mert a Fitos Lacival, a menedzseremmel abba fogadtunk, hogyha lefogyok 12 kilót, akkor egy etiópiai koncertet elintéz nekem, hogy az összejöjjön. Aztán így ráfaragott, mert ugye 20 sikeredett belőle, úgyhogy most tárgyalások vannak Etiópiában, hogy legyen, mikor legyen, hogy legyen. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb dolog az életem. A másik a színház, ami most... Hát az is óriás. Már múlt, mondtam, hogy miért akar mindenki színészkedni. Nekem régi kötődésem van a színházhoz, több mint 10 évet játszottam színházban. Nem tartom magam színésznek, azt hozzáteszem. Azért annál jóval szakavatottam emberek vannak. De miért ne tartatnád? Hát végülis vannak olyan nagyon tehetséges színészek, akik nem tanulták ezt sosem, csak autodidakta módon, és akár te is lehetsz. Hát nem tudom. Én szeretem csinálni, tehát az a fontos, hogy én ezt... Ugye azért véletlenek nincsenek, tehát ha ott vagy, akár egy szóló karrierrel, akár mint régebben ott voltál, tehát akkor nyugodtan hidd el magadról, hogy te színész vagy. Rendben van. Hidd csak el, majd mi beléd beszélek, hogy az és hát nagy öröm az, hogy sikerült végre egy olyan darabban játszani, ami saját, teljesen saját gyermek. Éppen láthatunk belőle. Egy részletet, ez a Fekete, a Barna meg az Ősz című darab. Benkő Péter írta, a zenéjét Kató Zoltán írta, aki egyébként a Backtool zenekarnak volt a szaxofonosa. És hát a vetítés meg világítás az meg az én saram, úgyhogy ezt Mikó István rendezte, úgyhogy csupa nagy név közreműködött. Így van, úgyhogy boldogan játszik ezt a darabot, hála Istennek most nagyon sok helyen látható és hallható. Miről is szól ez a darab? Gyakorlatilag arra szól, hogy két zenész készül egy esti előadásra egy kávézóban, ahol egyszer csak a színfalak mögül megérkezik egy úriember teljesen indokolatlanul, indiferens módon, és akkor elkezdődik az egy párbeszéd. És régi emlékek jönnek, összefonódások jobbra-balról, úgyhogy elég szövevényes. Hát a maga a darab is egyébként egy ilyen érzelmi hullámvasút, ami a közönség visszajelzése szerint már csak azért is jó, mert nagyon gyorsan eltelik az a 1 óra 50 perc, ami megy a darab, és hát az a jellegzetessége, hogy nincs szünet. Nekem nagyon szembetűnő, amikor legutóbb itt voltál, akkor azért még egy bukossakot hordtál hogy sokkal jobb kedvű vagy, vidámabb vagy. Ez tévedés. Nem? Ugyanis szénhidrátot, nagyon sokáig nem ettem szénhidrátot, és hát te, mint aki testépítéssel foglalkozik, az adja az energiát. Ez így van. És az kommunikációban, ingerlékenységben az nagyon sokat. Abszolút, és azt érzem, tehát elmegy a boxedzésre, akkor azt érzem, hogy csak így csapkodom a bózsákot. De borzasztó. Abszolút nem látszik most rajtad, hogy bármi nemű megvonásban lenne részed egyébként. Nem tudom, hozzászokott a szervezetem valószínűleg, tehát most már ez az állapot, ez most már... Mi az, amit hozott neked ez a fajta külső változás? Nagyobb önbizalmad van, akár a szóló karrieredben most segített bármiben? Könnyebben cipelem a súlyt. Egyébként kipróbáltam edzőterembe, hogy egy 20 kilós súlyt magamhoz vettem, és az a mászkáltam ment, és borzasztó. Ilyenkor rádöbben az ember az, hogy úristen, ezt cipeltem magammal. Tehát abban a szempontból, hogy légiesebben mozog az ember, könnyebben kell, tehát ezek van a pozitív oldal. Ennek most igazán örülünk, arra kérlek, hogy a kanapét ne emeld fel, azt nem jó rendben, mondanak annyit, viszont neked elengedünk egy utolsó énekét.